A nagyáruházak mellett a piacokat, zöldség-gyümölcs termékeket is egész évben ellenőrzi a NÉBIH. Idén eddig 271 alkalom során összesen 15 őstermelő engedélyét kellett bevonni. 12,5 tonnányi élelmiszert kellett kivonni a forgalomból. Ez a vizsgált termékeknek az 5%-a, még mindig a lejárat utáni forgalmazás, illetve jelölési hibák a fő ok, bár tény, hogy csökken a mennyisége ezeknek a élelmiszereknek, tehát talán itt is egy javulást láthatunk. Bár sok hibát lehet találni, ugye a sajtban mindig megjelenik, mindig mindent transzparensen nyilvánosságra is hozunk, de ez a felszín, hogyha számokat látjuk, azért egy 4500 létesítményből, 15000 tételből viszonylag alacsony számú a hiba. Magyarországon az élelmiszerbiztonság helyzete a szakember szerint jó. Az ellenőrzések mellett fontos a vásárlók tájékoztatása is, ezért az idén bővült a hústermékek származásának zászlós jelölése. Ezt is nézték közel 700 üzletben. A vásárlók mellett az értékesítők, vállalkozók megfelelő és gyors tájékoztatása, segítése is fontos a hatóságnak. Elindítottuk a NÉBOH-t, egy chat alkalmazást, szintén az információ átadás érdekében valós idejű csövegő alkalmazás, amit ugye el lehet érni, nem kell külön alkalmazást letölteni, el lehet érni a hagyományos megszokott csevegő alkalmazásokon keresztül is, és így egy 24 órás ügyfélszolgált elérhetőséget tudunk biztosítani mindenki számára. Mindemellett fokozott figyelemmel vizsgálták idén is a fekete kereskedelem által piacra bocsátott termékeket is. 500 felett volt idén eddig a mintavételezés. Emellett 150 ellenőrzést végeztek a tűzifa kereskedelem területén. Ehhez kapcsolódóan egy weboldalt indítottak a vásárlók és a tisztességes eladók könnyebb összekapcsolódása érdekében.